Egy ilyen meg olyan general meg lieutenant, igen. Javi Fiorini. Javi Fiorini. Forever associated with the massacre of the Allegran partisans. They fought bravely by all accounts, but stood no chance against the Nazi war machine. How could they? Közben én hozok magamnak két kockát. Ilyen jól lakott családnak van. Partisans hadn't died in vain, though. Their sacrifice meant we'd been able to grab the intelligence we needed. Bohm knows about Operation Avalanche, the Allied plan to invade mainland Italy. If the fleet is attacked, the results will be catastrophic. The Nazis' grip on Europe will become ever tighter, squeezing the life from her. And there's something else, something vital. USS Ancon is the command ship for Operation Avalanche, which means the primary target is the Allied Commander-in-Chief. Bomb is going to kill General Eisenhower. The strike will be launched from a Nazi base in the mountains of Alagra. With the partisans wiped out, Dinelli's mobsters are the only people capable of guaranteeing my safe passage through the mountains. Amíg itt megy az átvezető meg minden, addig a PSM az valami rohadt csöndes. Rohadt mi? Rohadt csöndes. Az enyém is. Igazából nem tudom, mikor kezdene olyan hangosan, mi az a rész, ami nagyon... Hát így megfuttatja a hardware-t. Szerintem, amikor adod neki a parancsokat, hogy most menjen jobbra a karaktered, menjen balra a karaktered, és akkor... Fura, mert a Metal Gear-nél például, amikor az iDroidot nyitom meg, mindig akkor. Tessék, ennyi. Elkezdődik az a rész, amikor már lassan vezetik el a karaktert, és beindul a PSM, és... Nekem még egy kicsit jó. De várj, folytatódik a sztori. Nem találtunk az öregek otthonában, úgyhogy messzebbre kellett menni. Egészen az északi sarkra. Ez jó. Na, próbáljuk újra. A csípőm kifordulna, ha így fordulnék. Ez biztos. Lehet még innen ki kéne lőni, akit látunk. Figyelsz, hát én itt látok egy katonát. És figyelj, ott van egy generátor. Azt mondjuk akár tudnánk használni hangelnyomónak. Tetszik az ötlet. Az a baj, tényleg az aggaszt, hogy annyira sok mindenki lesz itt ezen a pályán. Annyira nehéz a pálya, hogy egyszer nem fogjuk megúszni, hogy ne fogjunk ki vagy valami. Hát, hogyha mindenkit le akarunk lőni, akkor biztos. Mondjuk ez is igaz, nem kell mindenkit megölni. Bár van egy olyan érzésem, hogy valószínűleg az lesz úgy is, mert mit tudom én, hát egyszer mindenki az arcunkba fog futni. Hát, hogyha az lesz, akkor így járunk. Akkor lelőjük őket. Késed le. Hogy jön vissza a tiszt, vigyázz. Honnan, merre? Látom. Ne lőjjem le, csak úgy. Nem kell lenni, nem vesz észre. Akkor... De attól még lekéseljük, legalább ne. Menj a bunkernek a falához. Úgy. Voltosan. Vigyázz, mert bent is van egy, akkor esnek azt tudom, hogy benn van. Ennél több katona nem volt bent. Oké. Ez csak így jó. Oké. Pisztolyom múl meg minden. Itt lootolt ki. Lehet találsz még szupresszed a mód. Hát nem tudom. Már így is még nem használtam el a sniperemből, úgyhogy nehezen hiszem el, hogy még találok. Ott van egy jágerünk,
tiszt és egy jäger. Ez a három katonánk van itt. Ezt éppen most kivárjuk, ahogy... Most mindegyik háttal néz. Elmegy. Hú, mire, megcsináljuk ezt a küldit, lemegy a nap. Most nézem, 7 óra. Ez beesőszak. Most jön a tiszt erre, jó. Remélhetőleg lekanyarodik ide. Aha. Mi a terv? Bóval, most is már mindjárt kitalálok. Ja, mintha magamat hallanám. Ezért útközben lesz egy terv. Igen, csak ennek a tervnek nagyon jónak kell lennie, hogy ne bukjunk le. Már az elején. Van egy ötletem. Reméljük ez beválik. Aha, meghallja. Jó. Ők ketten ide jönnek. És igazából tudunk nyugodtan lőni most már akkor simán most lőjük golyóval is. Remélem nem veszik észre, hogy ő meghal. De észrevette a tiszt. Meghallott? Nem meghallott, meg látta, hogy lelőtted. Ak. Bement a bunkiba a tiszt. Ezt megoldom. Másik meg van. Vagy megoldod? Gondolta nem pazarlok történt. Azt hittem, hogy te kívül vagy. Ja, hogy ott be lehet jönni a bunkerba. Aha. Na innen meg szerintem a rádiós ki tudjuk szedni bőven. Ha jól látom. Tudsz. Nem, a rádiósra pont nem látunk rá. És a két jágerre. Jágerokra rálátunk. Egyelőre fogalmuk sincs. Tényleg jó volt ez a generátor. Egyelőre fogalmuk sincs, hogy itt vagyunk. Ez a legjobb. Vagy van. Igen, csak legtöbbször az a baj, hogy a generátorok sose úgy vannak elrendezve, hogy tud használni őket. Úgy, gyere vissza, gyere vissza. Hát, nem találsz már jól. Nem fog rádióztatni. Ó, azért nem figyeltem, hogy van-e generátor hang vagy se. Nem baj, szerintem jókor lőttél. Igazából az utolsó ellenfelünk itt egyelőre. Azért még benézek, hogy valahol van-e valaki, de nincs. Szép! Meghalt. Jó, szerintem mehetünk. Te látsz még valaki tárcsival onnan? Nem úgy néz ki. Menj át a hidon, ha látsz valakit, spotold be, és én meg lelövöm innen. Szabad szemmel mit látok. Hát nem akarok mindenhova csak tárcsövezni. Nem úgy lássam, adok. Tiszta? Hát átmentem a hídon, és még nincsen. Nem betész, senki nem lőtt rám. Átmentél a hídon, ne arra menj, hanem jobbra. Teljesen jobbra. Úgy, azaz. És akkor ott teljesen bemegyünk a háta mögé a Facility-nek, a Fortress-nak, bemegyünk teljesen a háta mögé. Láttam egy kérdőjelet. Jó, engem észrevettek.
Gyere hátrébb, hozd hátra őket. Ez az. Meg akár vissza is futhatsz ide hozzám, aztán lelőjük őket újra. Gyere, egyiket se látom. A tárcsővel jelölt be őket. Megyek lefele. Egyelőre nincs kedvük előjönni. Mi a helyzet? Ott jön. Katona. Látom. Egy jáger. Miután tisztelsz téged, utána fejbe lövöm. Tisztázott szóján? Most. Jó. Hírek. Oké. Hát, nekem egy előre összesen sima golyóm mennyi van? 14. Neked mennyi sima golyód van? 21. Akkor gyere vissza. Én átmegyek a tón, tavon vagy folyón. Befagyott tavon. Ja. Nem tudom melyik folyó lehet. Vagy az a generátor, hogy most egy ideig fog hangot adni, vagy mi? Nem, az egészen addig, amíg le nem állítják. De hogyha nincs ki leállítsa, akkor úgy marad. Yeah. Jó. Szembe mondjuk a fedezék, vagy fedezék, vagy miben így megöltem a járgert, úgyhogy ott már nem lesz baj. Valamelyik látott. Az baj, én már nem nagyon rátok le a dolgokra. Tudom. Amúgy nem is tűnik olyan hosszú pályának, szóval nem tudom. Fura, hogy mégis ennyire ennyi időt el lehet tökölni rajta. Én például most látok egyet jönni. Rálátsz? Hol? Mi? Ott kijelöltem. Ja, megvan. Szép, ezt még látom is. Boom! Sapka lerepül. Király vagy. Oké. Okay. Megvan, kijelöltem. Csak úgy kapom a szintlépéseket. Oké, szerintem nyugodtan jöhetsz előre, te is. Kb. Kitisztítottuk ezt az ösvényt. Remélhetőleg. Hát végül csak meg kell törni annyi katonát, amennyit csak láttunk. Ja. Ne felejts el visszaváltani Suppressed Ammo-ra. Ó, oh, már itt is vagy? Oké. Okay. Ja. Kicsit futottam aztán. Azokat hat járőrözzenek, csak nyugodtan. Mert ugye ott az az alapbejárat, amit harci kocsik védenek, meg minden. Na viszont, hogy fogjuk magunkat, és szépen eljövünk ide erre. A bunkerba benézünk. Van-e valami? Két oldalról, mint a profik. Egy jáger, akit tengelypuskával lövöldözött.
LMG ammo. Hát az... LMG-t ezt egyáltalán lehet a játékban használni, úgy, mint fegyver. Én nem is emlékszem, van-e LMG. Én Thompsonra emlékszem, Shotira, meg az, ami nálam van. Oké. Na itt már jön a belső rész. Úgyhogy nyugodtan elleveted a pisztolyt. Ez elvileg valami rohadt nagy. Elvileg. Szóval... Az első feladatunk, szabotáljuk a tölteteket. Na tessék, ennyi, látod? És akkor bejöttünk innen, és a fő küldi a mission complete, mert bejutottunk a facility-re, csak nem onnan. Oké, gyere, itt nincsenek ott. Shit. Hú, ügyes vagy. Kösz. Ennek például ezt nem értem. Elrakja a karakterünk a Panzerfaust fejet, de nincsen hozzá, amivel kilője. Ebben mi a logika? Felszínpontja a fekete lyukba. Rifle ammo, medkit. Például legalább szarra elvök segem, akkor tudok gyógyítani. Na itt egy kicsit már bonyolultabb lesz a dolog. Itt egyből nem ugrunk ki, hanem... akit tudunk, spottolunk, vagy oké. Okay. Spot. Ott is van egy, meg fent is lesz egy, ha jól tudom. Ez jön erre. Ezt lehet megpróbálkozom fejbe lőni. Meg is van. És nem hallotta senki? Oké, akkor kimozdulhatunk erre a részlegre ide. És ott van fent egy Jäger. Meg mögötte lesz még egy Jäger. Szerintem én fogom magam. Ha... Az a baj, ezt még nem merem megcsinálni, mert ez lehet hangos. És fogom magam, és felmegyek a felső térre. Szépen. Itt a lépcsőkön keresztül. Van cover assassination is. Na. Sose fogom megérteni ezt a észrevétel rendszert. Szerintem még én sem, szóval ne aggódj. De ezért Erik is nagyon sokszor panaszkodott, hogy falon keresztül meglátnak, meg stb. Ki? Hol? Miért? Nem tudom, hogy hol volt. Egyet nem spottoltunk be. Térképet mindig próbált figyelni. A másik területről mindjárt jönnek át katonák. Azért szerintem szabotáljuk a rakétákat. Oké, most már csak keresnek. Nincsen semmi gáz. Eddig jó. Bandás, ez kelleni fog nekem. Még valahol van egy rakéta. Ezen a területen. Vagy itt nem is ez volt a feladat? Nem. Bocsánat. Itt az a feladat. Lehet, azok nem is jönnek át. Az lenne mondjuk a legszerencsésebb.
feljövünk, és erre itt. Most ne tudd meg, hogy megijedtem. Nagy ízé, szembe jöttél velem. Egy nőtől? Istenem, Domi. Egy Mikulásra véres nőtől. Itt van. Primary objective complete. Ez volt a primary objective. Persze. Minden más volt a mellékes. Igazából az, hogy itt az a lényeg, hogy akit elkaptunk a kettő pályával ezelőtt, tudod, az a... Tudós. Tudós. Az rakétákat készít a németeknek, egy német tudós. És most ezeket a rakétákat kell szabotálnunk, és itt a papír róla. Most hova tova? Most jön a legnehezebb rész, a nyílt terület. Vagy pedig átsétálunk ide. Szerintem akkor sétáljunk inkább oda, hogyha az a legnehezebb. Mármint hova? Hát, amit kijelöltél, sárgával. Oké. Okay. Fú, hogy ez milyen akció, hogy nyomtam itt a folyósom. Észrevettek, aztán mindenhol bevártak. Mit kell csinálni? Identify targets. Szépen lejövünk. C2-es. Teljesen. Hello, hello? Valami gyanút fogtak az ott. Nem tudom milyen gyanút. Jó? Várj, ez ide vezet ki, ez így nem jó. Meghalt egy sniper. Akkor lehet, ott volt egy ajtó? Aha. Akkor erre kell jönni. Jó. Szép. Hogy visszaszökkentél a sarokba? Hát az a jó. Arra jönnek. Mindjárt jön fölfele. Én is előveszem, akkor inkább a mesterlövészt. Ó, az jó, mindkettek kancsolok volt itt. Szép. És egy van, kettő. És még mindig nem tudják pontosan hol vagyunk. Csak sejtik, hogy itt vagyunk. És megpróbálok áthúzni. Nem, mert pont jönnek ki. Ha kijön egyáltalán, mert... Szép. Húszok tovább. Jaj, te húsz. Jó, van én még... Előbb ugye vigyázok arra az egy emberre, úgyhogy hogyha nem találkozol hamarabb, mint én, akkor bár lehet, hogy én is inkább ki megyek. Óvatosan, mert itt látni fognak majd a kanyarba. Szép. Ez olyan reflex gyors célzás volt, hogy... Ezért... Cowboy reflex. Az milyen? A leggyorsabb. Ez a leggyorsabb kéz a nyugatban. Ja. Nem a sniper spot? Úgy. Köszi, Dominik. A harci kocsit, ezt egy erősre bízt. Arra. Megpróbálok mögé menni, és fölrobbantani. Rakott izé sniper töltényt kaptam, úgyhogy ha kifogyok, akkor legalább azzal tudok lőni. Á, igen.
Itt szabotálni kell ilyen hidrogén peroxidokat, meg ilyeneket. Így. Megnyitjuk a gázt, vagy miért? Elintézem a Jágert, ha tudom. Megvan. Szerinted az a kis robbanóanyag, és hát, mi is ez? Ott? Na várjál, mi ez? Gázcilinder. Szerinted ez mekkora kár tud okozni a tankba? Ebbe a harci kocsiba? Hát, nem tudom. Eltműkszik. Ó, oh, kilőtted a... Király vagy. Ezt még láttam is, jó. Igazából innentől nagy probléma nem lehet, csak megémények és felrobbantom. Hát, szerintem igazából ez itt semennyit se sebzett volna rá. Csak a kocsi vett észre, úgyhogy jól van. Igazából ezzel a kocsival nem is kell már foglalkozni. Na most már... Nem, most már senki sem tudja, hol vagyok. Oké. Hát... Most majdnem mondtam valamit, de inkább még nem szólom el magam. Majd a pálya végén. Fie, egyelőre hál' Istennek lefoglalom, elég jól megy. Ezt akartam mondani, de... Ki tudja, még hogy végz... Mi lehet még a végén? Várjál neki, grab the Nazi missile strategy. Ja, meg kell szerezni a töltet stratégiát, hogy mire akarják használni. Nem tudom mi ad nekünk ilyen hangot, de ez ad cover hangot. Valami adott. Az előbb. Ó, oh, nem már, ez a gépezet az ad covert. De csak egy pillanatra. Jó tudni. Na én itt bejövök itt erre. Hát lehet... Arra sokan vannak. Megnézem, hogy itt erre mi van a lépcsőn. Mennyi? 20. Még 20... Sniper lövésem van. Óvatosan. Nehogy aztán a végén mégis meg lesznek. Sikerült. Sikerült. És még valamennyi. 27. Ez így is most hangos lesz, mert nincsen meg a kódunk hozzá. Szóval. Kicsit hátra. De utána már legalább csak hátra kell elmennünk. Új. Erre. Itt keresztül tudunk vágni. Leveszem a papírt, gyorsan. Mint a szellemek.
Bemegyünk, és csak elvégezzük a dolgunkat. Jó. Bárcsak ilyen lenne egy küldetés Captain Price-ékkal, de hát ott is mindig azon, ajaj, lebukjuk, akkor lejünk szét mindenki. Jó, hát az egyáltalán nem arra a fajta játék stílusra épül. Hát jó. De legalább a végigkettőben volt pár lopakodós rész. Ja, hát igazából mind a kettőnek megvan a helye. Tehát néha tényleg tök menő így abszolút filmesen így felrobbantani mindent és mindenkit megölni, mint valami akcióhős, de azért néha ez is tényleg ilyen tök hangulatos, meg idézőjesen így reális, főleg ilyen partizán akcióként így két személyként megtámadni egy egész bázist, tehát hogy tényleg csak akkor támadni, szerintem hogyha biztos... Szerintem ne lemenj, hanem gyere fölfele. Tehát, hogy tényleg csak akkor lőni, hogyha tudják, észre, hol vagyunk. Hát ezt nem vettem észre, hogy hol vannak meg én. Szerintem ez... Ajja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 jj
Nem vagy, gyere, menjünk le a földszintre. Aztán majd békén hagynak minket. Még van 25. Sőt, igazából itt bőven elég. Nekem összesen van 40 darab. Nem áll, hogy jön le a katonahajra, hagyjon meg. Panzerfausttal. És mi volt a terv, hogy... Izé, Panzerfausttal felrobbant minket? Jó, még azt az egy katonát el kell, hogy intézzük. Különben... És ha intézzel, mert rám fókuszál. Megvan. Na most gyere, amíg nincs itt senki, bemutatom, hogy mi lesz a jó kis mesterlövészhelyem. Szerencsénk van, igen, ezen csak... az úton itt nincs senki, és ott a végén van egy generátor. Látom. Egyedül egy valakire kell majd figyelni, itt lesz... Ó, oh, király! Nem is keresnek minket. Csak gyanúsak. Vagyunk. Valahol itt lesz egy mesterlövész, egyedül arra kell figyelni. De hogyha odáig el tudunk menni, így simulva, igazából akkor az gyors lekéseljük, és... Ott láttad villogott. Én még jó vagyok. Úgyhogy még nem hasadok. Hanem muszáj. Meghalt a mesterlövész. Úgyhogy innentől... Nincs probléma. High ground az a miénk lesz. Csak vigyázz el, hogy észre legyen. Na most már engem is vesznek észre. Úgyhogy örülnék, ha lefeküdnék. Az a baj, azok mind ide fel fognak jönni. Hát megpróbáljuk ki gyors lelőni őket akkor. Ó, várj. Jesus. Hát ennyit erről, akkor itt a végén lövöldözés lesz. Figyeljük a hátsó részt is. Azt figyelem én. Oké, akkor osszuk meg a hidat. Ne hajj bele! Szép! Újság bele! Ijj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 
Ez meg nem fog mozdulni még egyszer.
Ez egy hátsó. Nem most szépen mindenkit leszünk. Hogy vagy? Én... Ja, te... Onnan lősz már. Ezt én már nem hozom itt azért... De a küldetés végéig ellapakadtunk, most már itt az utolsó része nem áll, hogy ez állítsa minket meg. Ennyi. Ja, tehát van. Most már hangos történjen, mert nem is... Igazából azért lőnök hangos történjen, mert itt van a generátor. Jó ötlet, jó ötlet. Én is gyorsan váltok, úgyis van 43. Keresem a többi rohadékot, fogom, de hát nem látom őket egy előre. Ott jön egy. Nem biztos, hogy nem szednek minket ki. Hát főleg az a pár katona. Szerintem egy jön fölfele majd lesz. Ujj, ez szép, ezt látom. Bum! Ez az robban egyáltalán, vagy nem? Hát remélem robban. Hát most már akkor én is beledok mindent, azt felrobbantom őket, meg ilyenek. Ja, felrobban. Nem mondhatod, hogy... Ja, az hulla. Azért nem. Ott a belek azok kaptak egy lyukat. Eszetlenül fut, mint a hülye. Ez a sniper volt, ráadásul. Hol van? Á, ott van lehet egy hisz. Ja, csak nem tudom. Ség. Csak meghalt? De már nem is vesznek érzni, már csak tippelik, hogy merre lehetünk. Jó neked, nálam még mindig tudják, hogy hol vagyok. Hogy hol voltam. Na, most már nálam se tudják. Király, akkor csináljuk a dolgunkat. Hát még azt, van, Viktorra. A csákót azt még innen, ha tudom, lelövöm. Szép. Jó. Oké. Akkor innentől szerintem tiszta menet. Több katonát én nem látok. Jó, akkor szabotáljuk a tölteteket. Itt van egy például. Ja. Szerintem azért annyira nem volt szörnyű ez a pálya, nem? Ja, egyedül full más volt. Egyedül még a legelején észrevettek, nem töltöttem újra. Igazából szinte majdnem végig akcióztam, meg bujkáltam, tehát nagyon hosszú volt nekem. Ahhoz képest egész sokáig lopakodtunk most ketten, és hát egy olyan fél óra alatt meglettünk. Ahhoz képest mennyi időt el lehet tökölni ezen a 8 pályán, mert tényleg kevés, de legalább hát el lehet lenni vele. Így is egy két nap. Volt, úgy veszük, hogyha... Sőt, igazából úgy veszük három nap, mert három napra játszunk. És csak tegnap alig haladtunk bele. De amúgy két nap lenne kb. Ez a játék, szerintem. Itt amúgy ne, aztán még az Overwatch küldéket is mondjuk megcsinálod. Azokat megcsinálod, az két küldi. Az olyan két óra, vagy mennyi. Mondjuk kipróbáld a multit, meg a survival-t, csak hogy milyen, azt annyi. De ez már megvolt, amikor sokan játszottak ezzel a játékkal, úgyhogy... Igen. Már itt fel lehet mászni, talán itt lesz az egyik cső, mert itt most ilyen gázcsövek, gázszelepeket kell szétlőni.
Valahogy. Valahol. Na, egy pillanat. Arra emlékszem, hogy valahol lent kellett szabotálni. Egy itt van. Szóval egy kicsit szét lehet. Így nincs legyen. Ah, ennyi volt. Igazából lehetünk is. Basta. Mi volt ez? Mitől sérültünk? Úgy, de gyorsan lecsúszik. És akkor most akkor megy, lehet kilőni a repülőt, vagy milyen? Pontosan, várjál. Ilyen feladat. Szabotáljuk, igen. Szabotálni kell most a tervet. Akkor szerintem át is váltok ízé. Rendes sniper töltényre, és akkor amíg lopakodni kell, akkor pisztolja. Nem hiszem, hogy már nagyon messzire kell lőni. Igazából itt már nem lesz lopakodó rész, szóval... Azért mondom. És akkor most a repülővel, akkor most nem szarakodok, hogy... Izé... Most annyi, hogy fölmegyünk. Max itt az elején még, de akkor is hát nem lopakodunk, hanem gép, vagy erre már lelőjük őket. De tényleg, akkor elő is veszem a gépfegyveremet. Interaktolj. Ja. De még nem, most. Luigi! Akcióba lép. És ilyen fehér ruhája van, csak erre a küldire a karakter. Igen. Véget ért az akció. Nincs esélyed. Ideje bebizonyítani a világnak, hogy nincsenek se fogtündérek, se mikorások, se semmi. Ez az egész terv erre lett kitervelve. Ezek a gyereki elgondolások, hogy elhitessük velük, véget élnek. Igen, és a Mikulás létezik. Sofia bolond volt, és ez elvakította. Nem tudott már rendesen gondolkozni. Múltkor lelőtt egy embert, mert azt hitte, hogy a húsvéti nyuszi még csak nem is gyúlfajta. És ha nem gyúlfajta, akkor milyen fajta? Mindezt a hazáért teszem. Ezért az elhülyeség, hülyeségeket, amit az emberek a gyárba tesznek. Azt sem tudom, milyen nemzetiségű vagy. Keveredik benned az összes vér. Pont ugyanolyan, mint a többi. Azt hittem magába többet kinézhetek. Azt hittem, hogy maga okosabb, de azt hiszem itt a vége. Maga se tudja meg az igazat a mikorásról. Habár még talán egy dolgot elmondhatok magának, ha már idáig eljutott. Én vagyok az apár. Mi? Az nem lehet. Ami már Kenobi hazudott magának. De tényleg. Ez a sok sülesség. Mindvégig ez volt az igazság. Igen. A Star Wars egy valós történet alapján készült. És ezt bebizonyítom. Jaj, ne. Sofia. Igen. A bolondnak is a Mikulásba. Ezzek Darth Vaderben nem. És most ideje példát mutatni, miben kell és miben nem hinni. Luke. Még csatlakozz a sötét oldalhoz, amíg van esélyed. Nem szeretem az öltönyöket. Hát... Azt nem tudom... Igaz is létezik a Mikulás! De milyen szépen meglecsém, hogy ott az agydarabkák. Menjünk oda, jó? Nem! Ne kell bizonyítanom! Tudni fogja, hogy létezik Darth Vader, nem hagyhatjuk életbe! És figyeljetek, gyerekek, a legdramatikusabb epic rész jön. Hopp!
Hirtelen élek. Visszatérte az életbe. Vendetta! Én vagyok Ramboné. Ramboné. Ramboné és Luigi. Ramboné és Luigi. Ja. Na, és itt most teljesen azonnal sprintelj majd ki. Tehát, hogy itt ugye van egy ilyen üvegablak, azt egyszer azon buktuk be, hogy azon próbáltuk lelőni, azt mondja, hogy az ablakot nem lehet ugye átlőni. Hát a lőd a motort, az kell. Nem úgy, hanem ez itt ez az ablak. Ja, hogy a... Ja, hát oldal. Persze, itt nem ezen kell. Kell most sprintelni. Nem, ezt eddig is tudtam, ne aggódj. Akkor jó. Bár végül is igaz, mert te most kijátszottad már ezt a pályát, szóval. Hát te is most már, jaj. Lőd ki. Ez ki lehet? Nem. Csak a gépet lehet. Így. Fuck. Ennyi. Ó, oh, szép volt, Ramboné. A vendettám sikeres lesz. Hát gyors volt. Nálam azért, mondjuk egyedül persze tovább tart, de azért így szépen fordult. Path of Most Resistance. Megkaptam ezt az achievementet. Hát, azt hiszem a világ sose tudja meg, hogy mi igaz és mi nem. Amúgy szerintem a világon az egyik legegyszerűbb boss harc ez. Hát, ha boss harcnak lehet ezt írni. Most tényleg egy sniperes játék, ahol szépen lassan szabotálunk mindent, meg minden, az most... Az a finálja, hogy a fő genyót egy repülőből kilőjük, tehát egy... És igazából ez lesz itt a vége, hogy te most elugrottál egy métert arrébb, de a bombázók ugyanúgy jönnek, tehát hogy... Epilógus. És jön az epilógus. Én azt hittem, hogy itt is lesz még egy küldi, egy ilyen epilógus küldi, de hát nem. Ilyen lezárás? Aha. Mint például a Nióba, tudod? Ja, hát figyelj, még ha lett is vonas, akkor se lett volna ilyen idegesítő, mint a Nióba. Az biztos. Az érdekes lett volna, tudod, ilyen... legyőzzük ezt a repülőgépet, és akkor hirtelen három lesz belőle. Hogyha Niót veszik például. És kiszívja az életedet. Igen. Hát az Edwardból azt utáltam ugye, hogy az Edward az fog kitépi a szíved. Ha elkap. És tök mindegy, hogy most van spirited vagy nem, meghalsz. Milyen szépen megrajzolt kettőn. Ugye? Ja, meg ezzel csavar a sztoriba, hogy Sofia feláldozta magát. Hát igazából Sofiának teljesen mindegy volt már, mert az apja miatt volt ez az egész bosszú. Meg a Mikulásért. Ja, igen, Mikulásért. Felgyújtotta. Öregek otthona. Egy Mikulás nem találta az északi sarkon. És Sofia meghalt. Igazából elég szarul sikerült a küldét, de legalább nincsenek németek. Hát, ebbe igazad van. Úgyhogy remélem többet nem jön vissza, mert még nyakon csipem. Várjál, és ő vele mi lesz? Vele? Ó, hát... Visszatanul a szakmába, professzorba, újra Mikulással avatjuk. Nem hagyhatjuk Olaszországot egy családi ünnep nélkül. Hát ki jönne Jézus Krisztus előtt? Egyensúlyt kell tartani az ünnepekbe. Végül is ez igaz. Vagy. Még is olyan bolond maga? Kesztyűben nem illik amúgy kezdet fogni, de... Úgyhogy látja soha többet ezeket az öreg embereket, úgyhogy... Ahogy Olaszországban mondják... Bonjour! 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 Ez mikor hallottad Olaszországban, hogy bonjour? Ez a lényege! Ez a lényeg! Esküszöm! Ha Silent tényleg a filmszakmában akar elhelyezkedni, és egyszer ott lesz, hogy filmet fog rendezni,
Esküszöm, összedobunk neki valami olyan hülye filmet, hogy tényleg kell érni lesz az értelme. De figyelj, gondolj be, két küldetés lett, milyen jó történetet összedobtunk. Meg kellett menteni a mikorást. Amúgy igen. És ez csak kettő, illetve három küldi volt a játékban. Mi lett volna az elejéről kezdjük? Bár igaz, akkor még nem panaszkodott a mikorást, akkor még más volt. Akkor még csak felfedeztük, hogy miért volt a harc, hogy mi létezik, mi nem. Én lead designer vagyok, művész nevem Paul C. Wright, igen. Aha, én meg additional design mester, Dan Coulston vagyok. Dan Coulston. Várja, én vagyok Anthony Gregson is amúgy, meg Nick Bedford is. Ja, amúgy ilyenkor szoktak bejönni ezek a magyar hangok. Újvári Dominik, Reisinger Patrik, Újvári Dominik, Reisinger Patrik, Dominik Újvári, Patrik Reisinger, Szónikus, Patesz 2000. És mindegyik mi vagyunk, csak máshogy tudod, máshogy írod le. Akkor lesz olyan, hogy Reisinger Zsolt Patrik, Reisinger Patrik Zsolt. Ott van Zsolt. Igen, Zsolt, Amery Tierney, lead animátor, Zsolt. Ennyi, ott vagyok, tényleg. Ott van Imre, Imre Fülöp. Imre Fülöp a GUI lead. GUI team. Mekkora? Rafael Dom... Dom read, Dom olvas. Dom read? Ja, hogy tényleg? Jajjá. Nick D. Brever, Graham Gatlin. Jason NG. Ez konkrétan egy vezetéknév, NG. Mekkora? Mark Ruderhoff. Ott van Rudolf. Ez az. Rudolf. Tényleg Rudolfot nem is mondtam picsába. Tom Clark Hill. Ez is milyen név? Tom Clark hegy. Zakrahov. Ilyen Zakrahov. De elipszinosi, akkor szerintem az is valami. Ilia vagy? Ilia vagy Ilya. Valami? Ilya. Robin Demar. Thomas Waterhouse Begins. Mark való. Rocco. Jó van. Robbie Cook. Robbie Cook, Matt Jeffrey, Gary Cody, ez kettő név, Gary Cody. Matthew Baxter. Ajavú, ez is jó. Ajavú. Ding, az ding a producer, dong. Az Ajavú, Jézusom. Artist, na ő csinált a rajzokat, Ding. Nem, itt van még több rajzoló. Luke Siang, Sugu Libu, csak ázsiaikat. Csak ázsiaiak. Wang Bro, Jézusom, a Sniper Elite az kínai cégtől van? Csak a rajzolók. Ők tudnak csak rajzolni. De nézd meg, melyik több artist? Yi Yang, Bo Zhang, Yung Yang, Liu. Úristen, olyan szörök jelentésem. For Honor Wulin felhozatal lenne. De ilyen kijelentéssel szerintem a világ összes nemzetét megsértem. Benny Bai. Art Director. 3D lead, Michael, végre 3D-t azt legalább izék csinálták, normális emberek. Ja, meg valami izé cuccokat a magyarok is, izé Zsolt Fülöp, meg nem tudom. Sandy, valaki csak a Sandy volt. Sandy. Gary, Henny, Rinita. Az nem Rinta? Vagy Rinta volt? Bocsánat. Nem tudom. Megint jönnek a... De ez jó, de milyen jól hangzik, Liu Liu. Így fogom elnevezni a gyereket. Liu Yangzi, Yang Heli, Yu Liu Lin. Vagy ez vagy faszocska, Diki. Faszocska, Diki. Diki. Ott van Erik. Kedsz tényleg? Genyó. Erik is szerepelt. Ő javította a telefonokat a stábnak. Az a lead artist stábnak. Projektmenedzser. Dominik Korbály. Ott vagy te is, Dominik, tessék. Az Korbály a negyedik nevem. Esetleg Sándor Iványi nincsen itt valahol? Bebaszna. Ott van Frederik Renard, Frederikus Sándor testvére. Azt tesd ki! Paraszhar. Hol van ilyen? Nekem már mindjárt megy el. Már. Ott van, láttam. Subankár Palasa. Parasz... Tahakar, Jézusom. Szajó József, Archie, Szarabó Jadav,
Sarabú, sarabú. Na, azt hittem, ez már vége. Azért hány ember dolgozott már kanyarban? Aztán csak 8 pályáról van szó. És olyan katona mozgásra, hogy elsírom magam. Amúgy. Igen. German stúdió, spanyol stúdió, orosz stúdió, lengyel lokalizáció, külön köszönet Dan Thomasnak, például David Whiteside. Bernard Wyatt. Olivier Scott, de ezek már amerikai nevek. Luca Prissi. Henry Kelly, ez is például jól hangzik. Steven Archer. Várjál, Steven Archer. Várjál, az nem a izé? A sorozat? Az Archer? Vagy a John? Karakterek és a játékban történt dolgok, fikciók, valós személyek és eseményekről mintázva. Ezt így a végén fontos volt tudatni. Vagyis, hát, vagyis valami... ami ebben megtörténik, az mindig az, azt mondják. Igen, igen. Főleg a mi fajta változatunk. Igen. De vagy a második világháború gyerekek azért tört ki, mert nem tudták eldönteni, hogy most a Mikulás létezik, vagy nem. Vagy Darth Vader. Vagy Darth Vader. menő volt ez. Ja, és egy mennyi? 4 óra alatt kredítszel együtt, meg vagyunk. Ja, egy pálya kb. Másfél órás. Nem is volt annyira rossz amúgy. Szerintem. Pedig ma már egyszer kijátszottam. De annyira másabb mással játszani. Ezért is szeretem a kooperatív játékokat, mert mindig van változatosság, kivel mennyire lehet összejátszani, meg hogy. És ezért szeretem a kóp játékokat, ilyen. Na jó van, srácok. Akkor ez volt a Sniper Elite kooperatív végijátszás. A single player kijátszások azok folytatódni fognak, tehát azok is ugyanúgy jönni fognak szépen sorba, úgyhogy akinek eddig bejött, az legyen türelemmel, amint egyel végzek, töltöm föl. Addig is pedig akkor legközelebb látom, hogy a live-on videó.